Kicsit furcsa ez egyébként, hogy Kecskeméti múzeumos kollégaként a könyvtárban adok elő. Én ide általában kutatni szoktam járni, nem azért járok ide, hogy a kutatásainkról beszámoljunk. Általában a könyveinkben vagy a különböző cikkeinkben csapódnak le azok az információk, amiket mi találunk. Úgyhogy ez most egy nagyon rendhagyó alkalom. És azt kevesen tudják, hogy a Kecskeméti Múzeum az elmúlt években dr. Rosta Szabolcs igazgató vezetésével, kollégámmal közösen egy ilyen kis kutatócsoportban egy műhely munka keretében kezdett el foglalkozni a középkori megyetörténettel. Ez a középkori megyetörténet ez egy kicsit olyan megfoghatatlan fából vaskarika, majd mindjárt látni fogjuk, hogy miért. Egy nagyon furcsa helyzetben van Bács-Kiskun vármegye, mert most ugye már nem megye vagyunk, itt a nagyon aranyos tábla is mutatja. Engem egyébként ez mélységes nagy örömmel tölt el, földrajz kutatóként, amikor azt látom, hogy nem az van kívül, hogy megye, hanem vármegye, ez egy ilyen nagyon aranyos. Az egy dolog, hogy nincsen vármegye, ez igaz, ez ott a pont. Ettől függetlenül ez a történelmi elnevezés szerintem egy jó irány. A politikai meg egyéb sallangokat kihagyva szerintem ez egy jó dolog. Viszont Bács-Kiskun megye azon megyék egyike Magyarországon, aminek valahogy a története, illetve a történeti irodalma nehezen van, alig van kibontva, alig van könyvekben, illetve tudományos munkákban, vagy inkább helytörténeti munkákban bemutatva. És azért szeretnék először a település hálózatos témakör előtt egy kicsit beszélni a közigazgatásról, mert egy csomó téma számunkra magától értetődő, de a nézőknek valószínűleg rengeteg téma újdonság. Utána beszélnék a településhálózatról. Ugye mi településekben fürdünk szinte, a Kecskeméti Múzeum egészségre. A Kecskeméti Múzeum településkutatási programja arról szól, hogy több száz település, középkori települést kutatunk az elmúlt, nem is tudom, 12 éve. Több mint 10 éve foglalkozunk, óriási mennyiségű adat felhalmozódott, és az előadás végén szeretnék majd a települések szerkezetéről is beszélni. Ez a kutatás, amit mi végzünk, ez egy nagyon sok irányba, egy ilyen organikusan fejlődő kutatás. Az elmúlt években elkezdtünk foglalkozni a középkori oklevelekkel. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a múzeum alapvetően régészeti, illetve történeti vizsgálatokkal foglalkozik, de nálunk a latin tudás, az okleveleknek a vizsgálata, az nem volt egy túl erős irány. Tehát azt tudni kell, hogy az elmúlt években több száz oklevelet vettünk a kezünkbe, mi múzeológusok, kezdtünk el együttműködni a Magyar Nemzeti Levéltárral, a vidéki levéltárakkal. Ezt azért szeretném mindenképpen kiemelni, mert nem a mi érdemünk az, hogy mi idáig jutottunk, hanem annak az érdeme, vagy annak a furcsa 21. századi helyzetnek az érdeme ez, hogy most már rengeteg dolog digitalizált. Amiről beszélek, sok esetben elérhető az interneten. Bárki leellenőrizheti egyébként azokat a dolgokat, amiről én mesélek. Rengeteg dolog elérhető digitálisan interneten a mi publikációinkból. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen műhely munka, de nem minden Kecskeméten zajlik. Nagyon sok külsős kutató, például a Magyar Nemzeti Levéltárnak budapesti kutatóival való együttműködés miatt jutottunk el idáig. Elkezdtünk foglalkozni a defterekkel, a törökkori forrásokkal, ez sem kecskeméti dolog. Budapesten a Bölcsészettudományi Kutatóközpontban dolgozik az a kollégánk, akivel a török korát ennek a megyének, vagy hát inkább úgy általában a Duna-Tisza közének meg tudtuk vizsgálni. A célunk az volt sok-sok évvel ezelőtt, hogy amellett, hogy településeket kutatunk, és akkor régészeti kutatásokat végzünk, de ha egy egyenlőségjelet kellene húzni, hogy miért kezdtünk el ezzel foglalkozni, az volt a célunk, hogy egy vármegyei azonosságtudatot próbáljunk kiépíteni, vagy inkább ahhoz adjunk valamilyen lehetőséget, hogyha mondjuk valaki tanárként, érdeklődőként, papaként, mamaként szeretné mondjuk az unokáját tájékoztatni, mesélni neki, akkor legyen mihez nyúlni. Tehát mi alapvetően nem a tudományos közönséget akartuk kiszolgálni, az egy szűk közönség, az mondjuk 128 kutató. Mi azon sok ezer embert szeretünk volna megszólítani, akik a megyében, vagy a megyéből elszármazva, akár Amerikában, vagy Budapesten, bárhol, érdeklődnek a téma iránt. És majd látni fogjuk, hogy nagyon-nagyon hiányos egyébként, tehát az elmúlt 12 év óriási fekete lyukakat tárt fel. És ugye rengeteg a hibás, pontatlan adat, ami valahogy megrögzült az embereknek a fejébe, nyilván azért, mert ugye nem nagyon voltak kutatások, ha pedig egyszer valami a közéletbe, a közgondolkodásba bepottyant valamilyen információ, nagyon sok ideig tartott, mire ezeket sikerült valahogy kicsit kiradírozni. És akkor kezdenék a közigazgatással, ez önmagában egy furcsa helyzet, hogy Bács-Kiskun megye egy ilyen Frankenstein vármegye. Vicces kimondani ezt, hogy vármegye, mindig megszoktam, hogy Bács-Kiskun megyét mondok. Bács-Kiskunnak nincs történeti előzménye, a Kiskun az van, arról majd később beszélek, de Bács ugye egy centiméter, négyzetcentiméter sincs itt a Duna-Tisza közén, legalábbis ott, ahol mi vagyunk most Bács-Kiskun vármegyében. Viszont vannak székek, amiben vannak kun székek, illetve van nem kun szék. És akkor itt is csak gyorsan elmondanám, hogy nincs helytörténeti, megyetörténeti összefoglalás.
Ha valaki fölfárad a helytörténeti gyűjteménybe, azt hiszem ott található Pest vármegye monográfiája. Ha jól emlékszem, 3 kötet, olyan vastag kötetek, hogy azokkal igazából billegő szekrények sokaságát lehetne kitámasztani. Tehát Pest megyében az ottani 1980-as, 90-es években az ottani kutatók egy olyan alapkutatást végeztek, hogy körülbelül ilyen vastag könyvtócot hoztak létre Pest megye történetéről. Nyilván ez azért a Dunatisza közi területek egy részét is magában foglalja, meg lehet nézni, nagyon érdekes, viszont Bács-Kiskun megyéről ilyen nincs. Ez az alapprobléma, hogy nekünk gyakorlatilag el kellett mennünk az ősforrásig, nem volt lehetőségünk kinyitni ilyen vaskos könyveket, egyébként akkor nem is biztos, hogy lett volna értelme a mi kutatásunknak. Tehát önmagában ez a megye monográfia, a megye történeti könyv hiány az, ami a mi kutatásunkat engedte, hogy elindulhasson. És hogyha megnézzük ezt a térképet, ez a térkép egy időpillanat, lehet látni, hogy különféle színekkel jelöltük a közigazgatási egységeket, ezek folyamatosan változtak, azért voltak határok, amik többé-kevésbé változatlanok voltak, de ha megnézzük, itt vagyunk fönt Kecskeméten, a megye északi részén, ugye ez egy nagyon vízfejű megye, a népesség legnagyobb része, illetve a legnagyobb város a megye tetején csücsül, és ugye megnézzük a megyének a többi részét, lehet látni, hogy a nyugati részén van egy, látom véletlenül, hogy angolul maradt meg a felirat, de ez ugye Solt szék lenne, tehát van nekünk itt egy, ami később Solt vármegye lett, tehát van nekünk egy Soltunk a megyében, van nekünk egy Bodrogunk, Báccsal nem találkozunk, mert még a térkép aljára se fért rá az elnevezése. Látjuk, hogy vannak itt kunszékek, és azt lehet látni, hogy még egy kis külső Szolnok vármegye is betüremkedik Tiszakécske környékére, lehet látni, hogy még Kecskemét környékén Pest vármegye is egy picit belelóg ebbe a területbe. Tehát azt mondani, hogy megyetörténet erre a Frankenstein kicsit toldozott-foldozott közigazgatási egységre nehéz. Tehát ha azt mondom, hogy erről kellene írni egy történeti monográfiát, akkor legalább 6-8 irányba ki kellene a kutatást terjeszteni. Na most ezzel 12 évvel ezelőtt találkoztunk, és akkor vettük ezt észre, hogy más kutatók is valószínűleg pont emiatt nem kezdtek el foglalkozni ezzel a dologgal, mert egyszerűen nem voltak meg azok a lehetőségei, ami nekünk ugye megvolt. És akkor néhány szót erről a Solt székről beszélnék, hogyha most visszamegyek és megnézzük a kun székeket, lehet látni, hogy a homokhátság legnagyobb részét a kunok szállás területe foglalta el. Ez egy külön téma lenne a kunokról, azoknak a kunok által benépesített településekről, annak az élettérnek a szűküléséről, mert a kunok, amikor beköltöztek Magyarországra, a területük folyamatosan szűkült, és azok, akik kunként éltek, egyre inkább elmagyarosodtak, egyre inkább betagozódtak a magyar társadalomba, egyre inkább a vármegyéknek a lakosai lettek. Ettől függetlenül egészen a török hódoltságig, török hódoltság elejéig léteztek kunszékek. Később is léteztek kunszékek, csak ugye egyre jobban széttöredezett a társadalom. De volt egy olyan szék itt a megyében is, erről azért jó beszélni, ami egy solti szék néven működött, de ez egyáltalán nem volt kun, és nem is volt székely. Ugye sokan megjegyzik nekem, hogy igen, szék, mint a székelyeknél, az egy másik dolog. Itt annyit kell tudni erről az egészről, hogy volt egy Fejér vármegye nevezetű nagyméretű vármegye, aminek egyébként az utódja az a Fejér vármegye, ami a túloldalon van, tehát tőlünk nyugatra, viszont ennek a Fejér vármegyének valamilyen történeti furcsaság miatt a Dunától keletre is volt egy területe. És a 14. század környékén ezt a területet praktikusan elnevezték Solti széknek, az iratokban is rendszeresen így említik, és mindig hozzáteszik, hogy ez Fejér vármegye Solti széke. Tehát aki mondjuk Soltvadkerten, vagy Izsákon, vagy Ágasegyházán élt 600 évvel ezelőtt, 5-600 évvel ezelőtt, ő bizony Fejér vármegyei volt, tetszik, nem tetszik, csak azon belül a Solti széknek a területén lakott. És honnan jön ez a szék elnevezés? Nagyon egyszerű, volt egy vármegyei bíróság, aminek, hogyha megnézzük itt a Solti szék területét, itt a Solti szék területét a Duna választotta el a túloldali Fejér vármegyétől, és nagyon praktikusan Solt az körülbelül olyan centrálisan, középen helyezkedett el. Solton, Solt mezővárosban helyezték el az ítélő széket, ahol két hetente összejött a vármegyei nemesség, és szépen elintézték a apró cseprő dolgaikat. Az oklevelek szerint általában marhalopás, papok megverése, templomok feltörése, szőlőlopás, ittasan a szomszéd feleségére szemetvetés, és a többi, és a többi. Az oklevelekben ugyanolyan ügyek vannak, mint most, ha benéznénk néhány peres iratba. Itt most belegondolok, hogy milyen apró cseprő hétköznapi dolgok vannak. Ugyanezek zajlottak Solton, és ez a bizonyos solti szék, ez innen kapta a nevét. Erről a solti bíróságról, aminek egyébként ez a bizonyos szedes judiciária, összevonva ez a Szedria volt lényegében a neve. És ami fontos, hogy ez a Solt vármegye,
Az 1500-as évek elején kezdett el kialakulni, akkor elkezdett szépen leválni Fejér vármegyéről, és hogyha nem jön a török hódoltság, ez a kiskorú vármegye megéri a nagykort, és lesz belőle egy rendes, normális megye, bocsánat, vármegye, mint Pest vármegye, csak aztán jöttek a törökök. És amikor jöttek a törökök, 1541-ig nagyjából működött még Mohács után szegény Solt vármegye, illetve annak a nemessége működtette a megyét, de aztán 1541-ben ugye mindenki tudja, elfoglalták Budát, Magyarországnak ugye Magyarország szétszakadt három felé, és ugye ezzel csak a hódoltságban találták magukat a soltiak. Na most nemes egyszerűséggel ők elköltöztek különböző felvidéki településekre. Itt lehet látni, nagyon érdekes, ide írtam, hogy a tetétleni család például Egerbe ment. Ezt kevesen tudják, hogy az egri várvédők között 1552-ben, akik dobálták a követ, meg öntötték a forró szurkot a törökökre, bizony voltak Solt széki, illetve Dunatiszaközi nemesek. Ha végignézzük, megvannak az eredeti források, ha végignézzük a várvédőknek a nevét, akik túlélték, illetve akik nem élték túl azok nevét, lehet látni, hogy bizony a tetétleniek ott voltak. Tehát ők nem azért menekültek el oda, hogy akkor nyaraljanak, hanem hogyha itt nemesként nem tudták élni a mindennapjaikat, és ettől csak valami gond volt, fegyvert fogtak, aztán nyilván a várfokán próbáltak védekezni. És csak azért mondom, hogy a nemességet nem kell feltétlenül mindig ilyen rossz színben értékelni, bizony ők is fegyverfogók voltak, illetve aktakukacok. Ezek a bizonyos tetétleniek, illetve miskeiek, ugye Kalocsától nem messze van Miske, onnan származik a miskei család. Ők például Győrbe mentek el egy kicsit messzebbre, ők is voltak várvédők, közülük is volt egy győri várkapitány, illetve ezek a nemesek alapvetően békeidőben aktakukacként irkálták az iratokat. És ami fontos nekünk, hogy 1569-ben egyesítették Solt vármegyét Pest vármegyével. És ha megnézzük a Corpus Juris Hungaricit, tehát a magyar jogtárat, az 1569. évi 52-es törvénybe szépen le is írták, praktikusan. Egyszerűen nem működtek az ügyek, azt mondták a vármegyei nemesek, hogy gyerekek, ez nem igaz, ellopják a lovamat, és senki nem tud nekem igazságot szolgáltatni, vakarták a fejüket, és azt mondták, hogy tudjátok mi gyerekek, akkor innentől kezdve Fejér és Solt vármegyék, és hogy lehet látni a szövegben pontosítva van, bocsánat, itt az egérmutatót megkeresem, Fejér vármegye solti székét összevonták Pest vármegyével. Ez azért nagyon érdekes, mert amikor kutatjuk ezt a furcsa megye, ezt a megye konglomerátumot, ezt a Pest, Pilis, Solt, Kiskun vármegyét, ez sok embernek a fejében ez megrögzült. Akkor mindenki azt gondolja, hogy Pest, Pilis, Solt, Kiskun, ebben a sorrendben rakták őket össze, mint a legókat. Ez nem igaz, mert nem Pestet, Pilist rakták össze Solttal, hanem mint ahogy látjuk, 1569-ben azt mondta az országgyűlés, hogy gyerekek, először Pestet és Soltot kapcsoljuk össze. És a 17. században, ugye volt egy 15 éves háború a 16. század végén, a 17. század elején áldatlan állapotok voltak Pest vármegyétől nyugatra Pilis vármegyét, aminek igazából már nem is nagyon létezett nemessége, nem is nagyon létezett Pilis vármegye, de fontos volt, hogy ne vesszen el. Az a kis maroknyi nemesség, aki Pilis vármegyén munkálkodott, elérte azt, hogy 1618-ban Pest Soltot, illetve Pilist összerakták. Tehát ez azért nagyon fontos, mert ha majd nézzük ezeket a régi térképeket, bárhol találunk ilyeneket, és látunk rajta Pest, Pilis, Solt neveket, akkor mindig jusson eszünkbe, hogy Pest, Solthoz csapták utólag hozzá jó néhány évtized késéssel a lényegében már alig-alig létező Pilist. És ami nagyon érdekes, azért vannak vicces dolgok az életben, itt ha megnézzük ezt a szép pecsétet, ez a pecsét volt Pest, Pilis, Solt vármegye első pecsétnyomója. Veselényi Ferenc nádor, ugye akkor volt ugye a megyének a vezetője, azt mondta, hogy gyerekek, hát nincsenek nektek pecsétnyomótok. Hát tudjátok mi? Itt van egy kopott arany pecsétnyomó, ez az én pecsétnyomó, használjátok. Nagyon praktikus volt, innentől kezdve az ő saját pecsétnyomójának az oroszlánja, aki ugye egy koronát és egy országalmát tart a kezében, ugye innentől kezdve ez mosolygott vissza a nádorra és minden egyes emberre, aki ugye Pest, Pilis, Solt vármegye iratot tartott a kezébe. És innentől kezdve ezt a három vármegyét már egyben említik. Ezt azért nagyon fontos megemlíteni, mert ha most külön végignéznénk az összes többi megyének a történetét, ami Bács-Kiskun megyét valamilyen módon érinti, hasonlóan kacifántos, szerintem órák hosszat lehetne erről beszélni, hogy hogyan alakultak ezek ki. De ami nagyon érdekes, ha megnézzük a mostani megye címert, azt lehet látni, hogy itt bal oldalon itt van ez a bizonyos Veselényi féle oroszlán, és itt, bocsánat, ez jobb oldalon van, jobb oldalon, bal oldalon pedig lehet látni ezt a fölül oroszlánt, alul pedig egy kunvitészt. Ugye akkor, amikor a 1876-os megyerendezéssel a Kiskun kerületet megfosztották lényegében az önállóságától, és Pest, Pilis, Solt, Kiskun vármegyét, tehát egy halmozottan nagy Frankenstein vármegyét létrehozták, azt hiszem talán egyébként a Magyar Királyság nevű vármegyét hozták így létre, akkor annyit csináltak, hogy a kiskunoknak, ugye a harcias kiskunoknak a
ezt a bizonyos harcosát oda csapták emellé a Veselényi féle oroszlán mellé. Ami nagyon érdekes egyébként, hogy mindez, amit most itt bemutattam, ez alapvetően a Pest vármegyei monográfiában olvasható, tehát aki mondjuk Bács-Kiskun vármegyei történetet akar olvasni, ahogy az előbb elmondtam, nincs ilyen megye történeti könyv, ezt onnan lehet megismerni. És akkor egy érdekes, nem szeretnénk nagyon ilyen mellékszálakat, de azért szeretném ezt elmondani, amikor a Kunságban kutatunk, rendszeresen találkozunk kunadacsiakkal, baracsiakkal, beszériekkel, vagy egy kunbábonyban, Kunszent Miklós határában, bábonyban emberekkel, megkérdezik tőlünk, hogy a kunok, hát ugye kunadacs, logikusan ott van a neve, ennek a kunadacsnak semmi köze a kunokhoz, a kutatások alapján egyértelműen látszik, hogy kunadacs egy Solt vármegyei település volt, lehet, hogy laktak ott kunok, valahányan beköltöztek, de ez a kunadacs, ez egy újkori képzés, lényegében ez adacsként létezett, még puszta korában is, ugye amikor a török hódoltság idején adacs, baracs, illetve peszér is elpusztult, egy hosszú két évszázados pihenés, vagy ahogy Bárt János kollégám mondja, pusztai szendergés következett, lényegében ezek lakatlan puszták voltak, és ez gyakorlatilag a 20. századnak az eredménye, hogy létrehozták ezt a bizonyos hamis kun identitást. Tehát semmiféle kun nincs, sem adacson, sem baracson, sem peszéren. És ami érdekes, hogy peszér, ha megnézzük, Pest vármegyei volt, egy kis lázadnának a helyiek, mondhatnák azt, hogy gyerekek, de hát miért vagyunk mi Bács-Kiskun vármegyeiek, hiszen mi az egész középkor, illetve a koraújkor során végig Pest vármegyeiek voltunk. Kunpeszér soha nem tartozott sem Solthoz, sem itt a kun területekhez. Kunbábony ugye az egy Bábony nevű pusztáról, vagy Bábony nevű faluról kapta a nevét, ő most Kunszent Miklósnak a határrésze, az is végig Solt vármegyei volt. Ellenben vannak olyan települések, aminek a neve egyáltalán nem sugallja azt egyébként, hogy kun volt. Itt van például ez az Ágasegyháza elnevezés, ugye itt van a szomszédban, átmegyünk Ágasegyházára, néhány kilométerre Kecskeméttől. 1300-as évek közepén, amikor ezt a tatárok által elpusztított települést újra telepítik, ki volt az, aki jelentkezett a telepítésre? Hát egy kun jó ember, aki oda vitte a kun jobbágyait. Igen, ám csak, hogy amikor ő beköltöztette oda a jobbágyait, az oklevélből kiderül, hogy Solt vármegye egyik lakatlan településére költöztette a kun jobbágyait. Onnantól kezdve ezek a kunok bukták a különféle előnyeiket. Onnantól kezdve ők átlag magyar jobbágyok voltak, akik speciál zárójelben kun származásúak voltak. Ez egy nagyon érdekes dolog, ezt mi tudjuk a mindennapokban, ezért amikor Ágasegyházára megyünk, számunkra magától értetődő, hogy ott kun emlékeket kell keresni, és meg is súgom egyébként az Ágasegyházi középkori faluhelyen, rengeteg kun dolgot találtunk, ellenben Adacson, Baracson, Peszéren nem nagyon találtunk semmit. Viszont mivel ugye ez nem jutott el a köztudatba, ezért ez azt gondolom, hogy a múzeumnak az adóssága. És mielőtt tovább mennék, itt a vármegye elnevezés kapcsán egy érdekes eszmefutatás, egyszer előfordult egy nyári alkalommal, néhány pohár sör elfogyasztás után megkérdezték tőlünk, hogy gyerekek, de hát akkor hogy kellene hívni ezt a megyét? Hát, hogyha ez a Bács-Kiskun vármegye nem jó, akkor minek nevezzük el? Képzeletben játszunk el ezzel. Hát, ha nincs, bocsánat, Kiskununk van, ott a kis Vigyori fej mellette, Kiskun van, igen, Kiskunokat nem akarjuk megfosztani, Solt is van, de ugye ez a Solt, ez ugye kimaradt, ez ugye nem lett belerakva a névbe. Bács egy centi sincsen, hiszen Bács, most nem tudom mennyi látszik itt az egér mutatónál, a térképnek a legalján, lényegében Szerbián, a Szerbiához tartozó vajdaságnak az alsó része az, ami Bács vármegye névre hallgatott. Tehát ez a Bács elnevezés, ez a középkori adatokat nézünk, akkor pontatlan. A Bodrog az pedig ugye érdekes módon szintén feledésbe merült, pedig Bodrog a megyének, hogyha most megnézem, talán az egy hatod talán, vagy egy heted részét lefedi. Tehát a Bodrognak, a Soltnak és a Kiskunnak lenne létjogosultsága. A pici pesti, illetve külső szolnokit, illetve Csongrád, itt már látjuk, hogy egy kis Csongrád is belógott a mai vármegye területére. Azt nem biztos, hogy érdemes lenne belevenni, de ha nagyon-nagyon kukacoskodóak akarnánk lenni, és azt mondanánk, hogy a középkori neveket szeretnénk előhozni, tehát mondjuk Mátyás korabeli neveket szeretnénk bevezetni a köztudatba, akkor egy ilyen Frankenstein vármegyénk lenne, mint Szabolcs-Szatmár Bereg megye, csak ennek az lenne a neve, hogy Bodrog Solt Kiskun vármegye. Vagy bármilyen sorrendbe össze lehetne pakolni. Persze nyilván tudjuk, azért van nálunk ez a Bács előtag, mert amikor Trianon után szétesett ugye a magyar királyság, akkor hozzánk egy Bács-Bodrog vármegyének egy csonka része került. Zárójelben megjegyzem, az a csonka része, ami soha nem volt Bács. Bács-Bodrog vármegyének az a része került Magyarországhoz, ami mindig is a történelem folyamán csak és kizárólag Bodrog volt. Tehát ha akkor 1920-ban azt mondta volna a kormány, nyilván kisebb dolga is nagyobb volt annál, hogy ezzel foglalkozzon, de ha azt mondták volna, hogy gyerekek, lapozzuk már fel a könyvet, azt mondja, hogy igen, ez Bodrog vármegye volt, akkor tegyük tisztába a dolgot. Nyilván ezzel nem akart foglalkozni akkoriban Horthy Miklós. És hogyha a középkori település házatot megnézzük, itt rengeteg pöttyöt felszórtam erre a télképre, lehet látni, a nagyobb településeket berajzoltam, Kalocsát, Baját, Kiskunhalast, Kecskemétet.
Azt kell nézni, hogy ez a rengeteg pötty, a fekete pöttyök lennének a lakott falvak Mátyás idejében. Mátyás idején a virágzó Magyarország korszakát próbáltam itt érzékeltetni. Azt kell látni, hogy a Sár közben egy hangyaboly volt, zsizsegtek a falvak, azt kell elképzelni, hogy 400 méterre egymástól pici apró falvak léteztek. Na most, hogy értsük, hogy mit jelent, hogy pici apró falu, az előadáson majd erről is fogok majd beszélni. És ami nagyon fontos, hogy ha megnézzük a jelmagyarázatot, itt látunk mezőváros, falu, illetve puszta, ugye ilyen prédium elnevezést. A puszta, mint jogi kategória most nem létezik. Most, hogyha megyek adott településre, akkor mondjuk, ha a közigazgatási határokat esetleg sejtjük, nagyjából el lehet képzelni, egymást hogyan követik a települések. Nem tudunk olyan területet mondani, ami kvázi pusztaként létezik. Lényegében a mai közigazgatási felfogásban településekben gondolkodunk. Ezzel szemben a középkorban birtoktestekben gondolkodtak, voltak uradalmak, meg voltak különböző területek, amik valakihez tartoztak. Tehát ott az volt a lényeg, hogy valakinek a valamilyen területe volt, tehát a puszta az nem azt jelentette, hogy ez egy lakatlan és senkihez nem tartozó terület volt, hanem pont azt jelentette, hogy valakinek a területe volt, csak legeltette, majorságot tartott fent rajta, és akkor valami haszna származott belőle. Na most, ha megnézzük, egy darab város nem találunk egyébként a jelmagyarázatban. Ennek az az oka, hogy itt, ahol az egérmutatót most itt körbe-körbe mozgatom, itt van Szeged. Az egyetlen középkori város a Dunatisza közén Szeged volt. Egészen pontosan Szabadkirályi város, ha szabad megjegyezni. Az összes többi település a Dunatisza közén falu volt, vagy a faluknál egy valamennyivel fejlettebb mezőváros volt. Ezek közül lehet is látni, azért ezt próbáltam érzékeltetni, Kecskemét lógott ki. Tehát Kecskemét már azért a középkorban is egy más kategória volt, mint mondjuk itt bejelöltem a Baja környékén például Szeremlént, illetve Bátmonostort, összesen lehetett hasonlítani egy Kecskemétet, egy királynői várost. És ami nagyon fontos, hogyha számszerűsíteni akarjuk, hogy 9 mezőváros volt ezen a hatalmas területen, 261 falu mellett. Ez halmozottan egy nagyon falusias, nagyon mondjuk az, hogy fejletlen régiója volt a Magyar Királyságnak. Egy bányaváros vidékhez, mondjuk egy Selmecbánya, a Körmöcbánya környékéhez, ahol azért úgy aranyezüst is volt, ehhez képest nekünk mink volt itt. Itt valószínűleg ugye marhákat, lovakat tudtak nevelni, de azért nem volt ez az a vidék, főleg a homokhátság, nem volt az a vidék, ami nagyon prosperáló volt. Ha megnézzük, itt a pöttyök erősen hiányoznak, és rengeteg a szürke pötty, ami a pusztákat jelöli. A Duna mente az, ami egy zsizsegő mékas volt, ebből is a Kalocsa környéki pici apró falvak vitték ugye a prímet. És lehet látni, hogy volt 85 puszta. Tehát nyilván ennek a területnek a középkorban a legnagyobb adottsága a mezőgazdaság, de azonban is inkább az állattenyésztésben volt. És ha mellirakunk egy mai térképet, az érdekes, szerintem szomorú valóság az az, hogy ha összeadjuk a számokat, 9 mezővárost és a 61 falut, 270 településre most jut 119 település. Azért ez sem pontos, mert itt van egy Tiszaugunk, aki átlóg ugye, bár a Tisza túloldalán van, a Tisza keleti oldalán van, ugye átkéreckedtek hozzánk, ugye ez egy külön történet, hogy hogyan nőnek, zsugorodnak a megyék. A középkorban is történtek ilyen dolgok. Most ha a Tiszaugot levesszük és csak 118 ténylegesen Dunatisza közi települést nézünk, ebből ugye van 2 megyejogú város, 20 város és 97 község. Azért lehet látni, hogy bizony óriási változás, zárójelben pusztulás történt az elmúlt évszázadokban, és hogyha tovább megyek, itt lehet látni egy nagyon érdekes ábrát. Ha Solcentimét és Apostagot veszem elő, 2 olyan település, aminek viszonylag nagy a területe, viszont egyetlen egy, konkrétan a névadó település létezett a területükön, Solcentimrén a középkori Szentimre, Apostagon pedig a középkori Apostag. Na most itt van Harta, szegény hartaiak, akik egyébként ugye sváb leszármazottak, hiszen ugye az egy újra telepített község, szegény Harta határában legalább 9 település volt. Amikor egyszer Hartán előadást tartottunk, akkor azt mondták, hogy hát beszéljünk már a település történetéről, és megkérdezték, hogy mennyi idejük van. Ha csak minden településről mondjuk egy féloldalnyi dolgot mondunk el, mire 9 településhez eljutunk, hát az nem is tudom, egy csillagok háborúja részen lehetne erről mesélni. Na most bármennyire viccesen hangzik ez, és a szomorú valóság, ez rengeteg település mind elpusztult, és ugye Hartának is a névadó Hartája ugyan megmarad, a többi vicces nevű település, aranyos nevű kis falvacska mind elpusztult. És hogyha ezeket a településeket próbáljuk valahogy elképzelni, hogy hogyan is nézhettek ki, akkor mindig meglepődnek ezen a barátok, ismerősök, hogy alapvetően ezek nagyon apró falvak voltak. Hogyha mai értelemben végig gondoljuk, mondjuk megnézzünk egy Ágasegyházát, vagy mondjuk egy Szent Királyt itt a szomszédban, ami ugye alapvetően mondjuk egy Ágasegyház egy pici település, de több utcája van. Nézzük meg itt az ábrát, itt a jobb oldalon lehet látni az ábrát. Itt van Solt például, ez egy mezőváros. Na most ennek a mezővárosnak volt 3 utcája, kérem szépen. Az egész hossza ennek a településnek, itt van a lépték, körülbelül Solt
északtól délig, nyilván centiméterre pontosan nem tudjuk megmondani, mekkora volt, de azt lehet mondani, hogy a 6-700 méternél nem volt hosszabb. Ha azt mondom, hogy Soltnak az utcáit így kiterítem egymáshoz, és összeadom akkor az utcácskáit, szerencsére Soltról van egy oklevél, amiből tudjuk pontosan, hogy milyen település szerkezete volt, akkor nettó a hossza, vagy bocsánat, bruttó a hossza ennek a bizonyos Soltnak lehet, hogy eléri mondjuk a 1,5 kilométert. Na most a 1,5 kilométer, innen kihúzok egy mérőszalagot, és elmegyek a vasútállomásig, nem tudom, hogy tévedek-e, hogy az messze van-e, mint 1,5 kilométer. Na jó, egy kicsit tovább megyek mondjuk a Barnevál környékéig, azért nem voltak óriás nagy települések ezek a középkorban, de nézzük meg egyébként, most csak próbálok itt olyat keresni, ami esetleg itt a helyieknek is ismerős lehet. Most szerintem pont olyan példákat választottam ki, itt van például a Dunapataj Szelíd, ez a Szelíd itt üdülő övezet ráépült erre a szegény sorsú kis Szelíd falura, innen kapta egyébként a Szelidító is a nevét. Ez a kis település egyetlen pici görbe utcával, két házsorával alig volt hosszabb, mint 800 méter. Bocsánat, 400 méter, és a két házsor húzódott az utca mellett. És azért látni kell, hogy a legtöbb település pont az adottságok miatt nem is tudott volna nagyobbra fejlődni. Ha megnézzük, itt balra próbáltam összefoglalni a kisfalvakat. A kisfalvaknál ott 150-250 méteres hosszúságról beszélünk. Most próbáljunk meg innen képzeletben ellépdelni 150-200 métert, ezek rettentő rövid települések voltak. A közepes és nagy falvak azok olyan 700 méterig, 250-700 méterig terjedhettek, és a mezővárosok voltak azok, amik mondjuk 1,5-2 kilométer hosszúságúak lehettek. És itt van Solt, ha most bemegyünk Solt területére, megyünk mondjuk át Dunaföldvár felé, bemegyünk Solt területére, mai napig őrzi egyébként a középkori felépítését, volt egy nyugati, egy keleti és egy középső utcája, de ez a Solt vármegyében, amiről az előbb beszéltem, ott egy viszonylag nagy településnek számított. De itt van Kalocsa, aminek itt a végén, ez egy 18. századi ábrázolás, itt, amit most próbálok az egérmutatóval bekarikázni, ez az érseki palota, ahol a törökök felépítették a kis helyőrségüket. Ha Soltól járunk, ez a nagy paca itt a Székesegyház, ami most gyönyörű egyébként, mert fel lett újítva, és az a főutca, ami most Kalocsa főutcájához volt, a középkori főutca is. Ennek a hossza is kb. 1 kilométer. Ami érdekes, hogy Kalocsának volt még egy mellékutcája, és az egyiket úgy hívták, hogy nagy utca, ez volt a főutca, és volt a másik, a mellékutca, amit pedig kis utcának neveztek, szóval nem volt nagy változatosság benne. Kalocsa ilyen szempontból talán kicsit nagyobb lehetett érseki központ mi voltjából fakadóan, de nem volt ez sem egy óriási település. Itt van Akasztó központjában van egy hatalmas domb, ez, hogyha az 53-as úton haladunk, annyira nem biztos, hogy feltűnik bárkinek, de érdemes ezen megállni, fölsétálni, ami egy kissé morbid, hogy a középkori templom, ami a mai akasztói katolikus templom helyén állt, egyébként a középkori templomnak léteznek a falai, elő-elő fordul, hogy az eső kimossa a középkori csontokat a templom dombon, ugyanis mai napig használják azt a templomot, szépen kertészkednek rajta, és a középkori sírok néha előkerülnek, kicsit morbid koponyatetők meg egyebek előkerülnek, de ez mind mutatja azt, hogy ennek a településnek bizony van múltja, viszont ennek az akasztónak a hossza is csak néhány száz méter lehetett, ez egy nagyon vázatos rajz, König Figyes, a Képzőművészeti Egyetem munkatársa, rektora, volt rektora, rajzolta ezt a rajzot. Próbáltuk csak érzékeltetni, hogy milyen kis szerény falu volt. Vida Ágnes volt kolléganőm, rajzolta ezt Szelídről, ott a háttérben itt a hullámzó Szelídító, itt pedig egy rajz látszik. Ha Szelíden járunk legközelebb, mert szeretnénk a vármegyei turizmust erősíteni, akkor jusson eszünkbe, hogy a pici kis kereszt utcák, azok egy középkori falunak az utcáját fedik el lényegében, és ez a pici utcácska egy szép görbe kis utcával megy föl a hegyre, és ott, ahol most egy ilyen halásztanya volt, ott volt a középkori, a Várhegyen egyébként, mert a helyiek Várhegynek nevezik ezt a dombot, ezen a Várhegyen volt a középkori Szelídi templom. És itt van Kumbaracs, a szomszédban, ami szintén nem volt Kun, hanem simán csak Baracs volt a neve. Ennek volt egy nagyon szép temploma, mellette volt egy udvarháza, kérem szépen, itt már azért gazdagabb népek laktak, és alatta pedig volt egy egyutcás település. Szóval lehetne a sor sokáig folytatni, itt még megmutatok egy érdekes példát, Vaskút mellett volt egy Arany nevezetű falu, nagyon szép orsó szerkezetű kis település, aminek a közepén, mint egy ilyen mandula-szerű téren, egy kiszélesedő téren ott volt a középkori templom. És azért, hogy mutassak valamit, ami Kun, mert most már az előbb leszettem mindenről, ami nem Kun, a keresztvizet, itt a Szent Királya szomszédban, ahol Pál Lóci Horváth András nyugalmazott régész kollégám feltárt egy középkori települést, itt középen lehet látni, amit itt most körözök, ez itt a Szent Királyi református templom, ami kint van a település túlvégén, ahol a templom is, a temető is van, a református temető.
Na most körülötte feltárt rengeteg házat, és ebből rekonstruált egy szórtabb települést, ami nem annyira mutatja utcás település képét, tehát valójában őszintén azért a kettő között, ez és e között azért van különbség, de ezt is nyugodtan lehet utcás településnek tartani, csak ez nyilván talán a kunok életmódjából fakadóan egy kicsit olyan rendezetlen, kicsit olyan renitens, olyan kis szétszórt szerkezetű. És azokból a feltárásokból, amik Szentkirályon hosszú-hosszú éveken keresztül zajlottak, és lehet, hogy az idősebbek erre még emlékeznek, újságban, tévében az azért megjelent, nagyon szép rekonstrukciók készültek, és Sabján Tibor, a Szentendrei Skanzennek a munkatársa meg is rajzolta az ott feltárt házakat. Ez csak azért mutatom be, mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha őszinte vagyok, akkor egy 100-150 évvel ezelőtt, mondjuk a 19. század végén nem sokban különböztek ettől a falusi házak. Nyilván ez egy elképzelt rekonstrukció, lehet, hogy az ólak meg minden egyéb egy kicsit fejlettebb volt, de ha megnézzük a házaknak a képét, azért egészen időtálló volt a középkor. Én azt mondom, hogy a 20. század elejéig falun ilyen házakat valószínűleg még lehetett volna látni. És hogyha tovább megyünk a települések méretére, ezt a hosszú szöveget próbálom összefoglalni, de nyugodtan, aki szeretne, mélyedjen el benne, azt tudni kell, hogy a középkorban nagyon komoly rendszabályok voltak, meg volt szabva, hogy mekkora egy jobbágy telek. És ez azért nagyon fontos, mert amikor településről beszélünk, akkor a középkori iratokban lépten nyomon találkozunk a telek fogalmával. És a telek az egy nagyon fontos alapegység volt, ha valaki beköltözött egy településre, akkor lehet is látni, hogy az egy királyi hold méretű telek, amit átszámítva mai méretre, 8400 négyzetméter. Most barátok között is egymással nézzük, kinek van 8400 négyzetméteres telke. Nekem mindig azt mondták, hogy ekkora telkem sose legyen, mert akkor életem végéig állandóan csak kaszálnom, meg legeltetem, meg rendben tartanom, de akkoriban a középkorban nyilván egy családi gazdaságnak ennyi terület kellett ahhoz, hogy fenntartsa magát. Most azért, hogyha megnézzük a kicsit nevetségesnek tűnő hirdetéseket, mondjuk Hetényegyházán eladnak egy telket sok millió forintért, 700 négyzetméter méretben. Ugye milyen vicces, amikor egy jobb ágytelek akkoriban 8400 négyzetméter volt. És ami nagyon érdekes, hogy ezek általában hosszúkás telkek voltak, tehát volt egy keskenyebb, utcára néző része, és ezeket lehetett szépen fölszeletelgetni, és amikor öröklésre került a sor, akkor sokszor az történt, hogy ezt a nagyobb 8000 négyzetméteres telket szépen apa és fia megosztotta. Mondjuk, ha több fiú volt, akkor probléma volt, akkor azoknak ki kellett házasodni, aztán megoldani az életet valahol, de nyilván mindig volt arra, az oklevelek alapján volt arra lehetőség, hogy szépen megfelezték a telket. Aztán ha megfelezték, úgy voltak vele, hogy lehet azt negyedelni is gyerekek. És addig-addig csinálták ezt, ameddig gyakorlatilag egyre bonyolultabbá váltak a települések belső szerkezete. És lehetett persze nem csak hosszában szeletelni, hanem ugye keresztben is, és olyankor kialakultak olyan telkek, amelyeknek nem volt bejárata az utcáról, és ilyenkor különböző sikátorokon keresztül kellett ugye közlekedni. És akkor mutatok egy néhány érdekes példát. Dúsnok mellett volt egy Natka nevezetű nagyon vicces kis település, ma ennek a helyén semmi nincsen, csak ringó búzamezők. Azt nem tudjuk, hogy hány telek volt itt, de van egy oklevél, ahol leírják, hogy volt két lakott, egy ügymenet kapcsán leírják, hogy volt két lakott telek, meg volt egy lakatlan. És volt Mária Magdolna településen is volt egy olyan birtok ügylet, ami kapcsán leírja a két vitásfél, hogy volt öt lakott, meg egy lakatlan. Ezzel mi mindig találkozunk. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha megnézzük Ágasegyházát, Ágasegyházára 1525-ből, Mohács előtt egy évvel leírták Ágasegyházának a belső szerkezetét, és leírták, hogy 14 telke volt. 14 darab. 14. Ez nagyon érdekes dolog, mert Ágasegyháza tényleg a rettentő pici települések közé tartozott, voltunk itt régészeti kutatáson, és érzékeltük azt, hogy ez tényleg egy nagyon kicsi volt, és 1525-ben három lakatlan telke volt, és ilyenkor mindig eszembe jut az, hogy ha járunk mondjuk vidéken, vagy akár városnak valamely, a Kecskemét városnak valamely részén, néha elszomorító látvány az, hogy düledező házak vannak itt-ott. Ez a régmúltban sem volt különböző. Nézzük meg ezeket a képeket, ezeket csak érzékeltetésképpen beraktam, hogy ha volt egy lakatlan telek, azon lehet, hogy egy ilyen roskatag, bedőlt tetejű házikó állt. És ha megnézzük néhány Bodrog vármegyei példát, azért is bátorkodtam berakni Bodrog vármegyét, mert ugye Bodrog érintette a mostani megyénket. Itt nézzük meg ezeket a Csente, Tótfalu, 40, Belküllőd, Avató, nagyon vicces nevű települések, ezekből egyik sem létezik, bocsánat, egy létezik, Belküllőd helyén létezik a mai Küllőd vagy Kolud. A többi viszont tényleg nem létezik. És én oda számolgattam mellé, szépen számológéppel kiszámolgattam, hogy mennyi volt belük a lakott vagy a lakatlan. Én a lakatlant írtam oda, Csente például 1487-ben Mátyás király halála előtt 0%-ban volt lakatlan. Kérem szépen, az egy takaros falu volt, 8 telek volt, 8 telek lakott is volt. De nézzük meg, hogy itt van egy Avató nevezetű település, ez most már nem létezik, az idő elsodorta. Avatónak volt 26 telke, ezért ez már egy méretesebb falu volt Ágasegyházához képest, a 60%-a viszont el volt hagyatva.
De volt ennél szomorúbb egyébként, hogyha megnézzük az arányokat, itt lehet látni, hogy itt van Vanna, aminek 58 teleke volt, és ebből 18 volt elhagyatott, tehát az előzőhez képest csak kettővel volt több a lakatlan, de azért képzeljük el, hogy Vanna településen 58 telekből minden harmadik lakatlan volt. Ezzel csak arra szeretnék utalni, hogy ha most járunk mondjuk vidéken, talán a falvaknál tűnik föl ez leginkább. Elmegyünk vidékre, a tanyavidéket most vegyük ki, a tanyákat vegyük ki ebből az egész matematikából, elmegyünk egy vidéki faluba, talán nekünk is eszünkbe jutott az, hogy hát milyen élet lehetett itt évtizedekkel ezelőtt. A régmódban is megvolt ugyanez a pusztulási folyamat, hogy valamiért egy település nem volt már vonzó, és a fiatalok vagy akár az idősek egyszerűen tovább álltak onnan. És itt van egy nagyon érdekes példa, Fogtőnek a kis külső területe, kis Fogtő, hogyha valaki Dunapatajról megy Kalocsára, akkor valószínűleg átsuhan rajta. Egyetlen dologra figyelnek oda, hogy a gyorshajtás miatt azt hiszem 60-as korlát van, lelassítunk 60-ra és már sohanunk tovább. Senkinek eszébe sem jut kis Fogtő. Egyébként ez nem egy középkori település, csak példaként próbálom érzékeltetni, hogy 1970 körül itt a baloldali képen lehet számolgatni a kis telkeket. Ezek a pici kis téglalapok az egykori lakott házak voltak. 1970-ben itt még zsizseget minden. Aztán 1990 környékére itt lehet látni a szimbólumokat, itt már alig lakott néhány idősebb család, és hogyha tovább lépünk, lehet látni itt ezen a légifotón, hogy 2020-ban összesen talán néhány ipari telephely mellett, talán helyiből összesen talán 5-en laknak ott. És a templomokról külön érdemes szót ejteni, mert a régmúltban a települések legnagyobb, legerősebb, legjobban kimunkált, legjobban karbantartott, a helyi közösség számára a legfontosabb a templom volt. Ezt ki kell mondani. Ez manapság már nem így van, most már ugye átalakult a társadalom, viszont azt tudni kell, hogyha megnézzük a templomokat, az a szomorú valóság, hogy nagyon kevés templom áll. Hogyha végig gondoljuk, majd mindjárt mutatok néhány képet, nagyon-nagyon kevés a középkori emlék a Dunatisza közén. Ez pusztán a török hódoltság, illetve az utána bekövetkező helyreállítás miatt következett be. A legtöbb épület valahol új életre kelt, egész hosszú sorozatot tudnék mondani, hogy melyik templomot hova vitték el. Például a kiskunfélegyházi templomhalom, ami most ugye egy nagyon szép parkosított kis terület, az ott áll templomot behordták például a helyi bíróságnak az alapjába. Úgy ottak vele, a gyerekek valonnan követ kell szerezni, tudtak valahol olyan helyet, ahol gazdátlan kő van. Ha, kint van a határban a templom, bontsuk le. Ugyanerre a sorsa jutott a dunatetétleni templom, aminek a köveit elkérték a hartai, az előbb említett hartai evangélikusok, jelentkeztek a földvári családnál, hogy elnézést kérünk, mi most jöttünk, svábok vagyunk Németországból, nincsen pénzünk templomra, hát nem tudnának adni némi kis követ. És az utolsó kőig elbontották a középkori templomot. És amit itt látni kell, hogy a templomokról készítettünk összehasonlító ábrákat, ezek alaprajzok. Egy átlagember számára ezek az alaprajzok nem biztos, hogy sokat mondanak, de nézzük meg a léptéket, itt a legalján, a kép legalján, hogyha mozgatom az egeret, lehet látni. Solt Mária házának, vagy Mária Magdolna egyházának, mert ez volt az igazi neve, aztán szépen elkezdett rövidülni. Tehát Mária háza, Mária Magdolna egyháza temploma alig volt nagyobb, talán egy trabant befért volna, hogyha mondjuk garázshoz hasonlítjuk. Nagyon picike volt. Ezzel szemben, ha megnézzük, mondjuk próbálok egy példát, itt van Akasztó, az előbb bemutatott Akasztónak a temploma, az legalább 4x-5-ször nagyobb, pedig Akasztó is egy falu volt. Tehát falu és falu között is volt különbség, és hogyha megnézzük mondjuk a Kumbaracsi templomot itt a 16-os számmal, azért a Kumbaracsi templom, mint mondtam, ott azért nemesek laktak, itt nemesek építkeztek, azért lehet látni, hogy ez az akasztói templomhoz hasonlít körülbelül méretben. De ha a vonal fölött megnézzük a mezővárosi templomokat, akkor látjuk, hogy a kecskeméti templom, ami itt van a főtéren, a Barátok temploma, ez a bizonyos Szent Miklós plébánia templom messze kiemelkedik a falus templomok közül, de ha őszinte akarok lenni, a mezővárosi templomokhoz képest azért nem olyan nagy. Ha megnézzük a dunapatai templomot, valószínűleg a legtöbb ember nem tudja, hogy a dunapatai templom bizony, ami a település központjában református templomként működik, ha leszámítjuk a tornyát, mert ugye az egy barokk építmény, akkor lényegében néhány méterrel kisebb, mint a kecskeméti Barátok temploma. Tehát azért a dunapataiaknak is volt, mint a tejbe aprítani, helyesebben az ott lakó nemeseknek. Ami nagyon érdekes, hogyha megnézzük a többi templomot, itt lehet látni a Bátmonostorit, a Kalocsait, Kalocsai főutcán állt, sajnos lebontották, mert a 19. században már valószínűleg rossz volt az állapota, a Madarasit vagy a Szeremleit, ezek mind eltűntek. Ezekből már semmi nem maradt meg. A helyi könyv lényegében a szántásban csak köveket lehet találni. És ez a szomorú valóság, hogy legalább 200 darab olyan templomot tudnánk itt most bemutatni, aminek a helyén semmi, azaz semmi nincsen. És ami érdekes, itt most nem szeretnék beszélni az alapanyagokról, ami nagyon érdekes, hogy ugye rengetegszer veszük észre a dunamenti templomok helyén, hogy a római köveket hasznosították újra, ez egy nagyon érdekes dolog.
Ezzel csak arra szeretnék utalni, hogy amikor bejöttek eleink ide a Kárpát-medencébe, látták, hogy hol van alapanyag, ahogy az újkoriak lebontották a középkoriaknak a templomait, úgy a középkori magyarjaink lebontották a rómaiak aranyos templomait, meg mindenféle épületeit, úgyhogy sírkövektől kezdve minden előfordul a középkori templomokban. Ha viszont egy kis kitekintéssel megnézzük országos méretben, itt lehet látni a szegedi templomot, hogyha elmegyünk Szegedre, a szegedi dom mellett, a szegedi templom, a Szent Demeter templom, lehet látni, hogy itt Dunatisza közi viszonylatban, ugye ő volt az egyetlen város, Szabadkirály város a Dunatisza közén, messze sokkal nagyobb, mint akár a Madarasi, a Kalocsai, vagy épp a Kecskeméti. Azért lehet látni, hogy egy szabadkirályi városnak sokkal több volt a tejbe aprítani valója. Viszont, hogyha megnézzük Miskolcot, ami szintén egy gazdas város volt, vagy Gyöngyös, vagy akár mondjuk nyilván ezek vannak egy ligában, ők vannak mondjuk a bajnokok ligájában, azért lehet látni, hogy mondjuk a Gyulai, a Nyírbátori, a Ceglédi, hogy mondjuk egy szomszédos települést említsek, ők azért szintén egy súlycsoportban vannak. Ezzel csak arra szeretnék kiukadni, hogy a középkorban, és talán azt mondom, hogy a 19. század végéig presztízs kérdés volt a templom mérete. Tehát az a település, amelyiknek volt pénze, igyekezett a templom méretében, felszereltségében, kinézetében is ezt valahogy érzékeltetni. És ha már templomokról beszélünk, van azért néhány olyan rom itt a megyébe, amire azért szerintem büszkék lehetünk, ilyen például a Solt-Szent Imrei romtemplom, erről nagyon sokat nem szeretnék beszélni, ez egy, én azt mondom, hogy a megyének a legszebb műemléke, viszont ennél nagyobb tömegű épített fal van a dunapatai református templomban, csak azt nem tudja senki, mert hogy nincs fölhelyezve a megyei köztudatban, nincs beemelve a megyei örökségek közé. Lehet, hogy papíron ezt sokan tudják bizonyos helyeken, de az átlag emberek valahogy ezt nem tudják. Nekünk 2 évvel ezelőtt volt egy feltárásunk Dunapatajon, és ennek a dunapatai templomnak pont azért vállaltuk el a kutatását, mert az lesz majd a célunk, hogy valahogy majd, mindjárt majd mutatok egy képet erről a templomról, szerintem 2 évvel később visszatér, hogy a helyiek számára, illetve a megyeiek számára is legyen magától értetődő, hogy bizony ott is van egy óriási templom. Itt az akasztói, itt ezen a fekete-fehér képen még az átépítés előtt látható, ezt megnövelték egy hatalmas nagy bővítéssel, és itt van mellette egy aranyos kis rajz, amit szintén König Frigyes készített. Ez volt a középkori akasztói templom, ez egy nagyobb méretű falusi templom volt. Itt a dunapatai említett templom, itt most meg van fosztva a tetejétől, mi emiatt mehetünk oda kutatni. Szerencsére egy nagyon jó időpillanatban közölték velünk, hogy a reformátusok mindent is kipakoltak a dunapatai templomból, úgyhogy módunk nyílt arra, hogy megkutassuk, és kérem szépen egy 3 méter mély nemesi kriptát tártunk fel a templomba. Ha nem tártuk volna fel, akkor kb. 30 centi betonnal kiöntik az egészet, és garantáltan a következő 200 évben ugyan nem fogja azt kiszedni. Tehát valamikor 2 évvel ezelőtt egy nagyon szerencsés pillanatot fogtunk meg, és ez a templom már át lett adva, szerencsére már nem ilyen csúnya a teteje, hanem nagyon szép réz lemezborítást kapott. Én azt mondom, hogy ha valakit érdekel a középkori templom, akkor menjen el Dunapatajra. Jó néhány építészeti emlék ki lett bontva, és most már a templomban megtekinthető. Itt van az apostagi református templom, ezt csak azért szeretem volna bemutatni, mert ez pedig nem 2 évvel ezelőtt, hanem a tavalyi évben az egyik projektünknek az eredménye. Ez egy nagyon érdekes templom, mert az alaprajza az semmihez nem hasonlítható, egy nagyon nem tudom, hogy ki és miért találta ki, hogy egy 8 szögletű épületrészt egy 6 szögletűvel egészítsen ki, de egy nagyon mókás templom lehetett egyébként, viszont 1805-ben lebontották. Hát azt mondták a helyiek, a reformátusok, hogy nekünk ez a templom kicsi. Ugye túl nagy lett apostag, és azt mondták, hogy nekünk egy méretesebb református imaház kell. Ha akkor úgy döntenek, hogy mellé építenek, és ezt mondjuk esetleg megtartják temetőkápolnának, akkor lett volna egy ilyen nagyon aranyos, egyébként ez egy rotunda, tehát egy körtemplom, még akkor is, hogyha szögletes. Lenne egy ilyen épületünk, hogyha akkor a reformátusok azt mondják, hogy nem bontjuk el. És itt a Dunabecse családi templom, néhány ilyen rekonstrukciót még így végigpörgetek. Többszörű bővítés jellemző ezekre a templomokra. Ennek a bizonyos templomnak a birtokosai, a tulajdonosai, a tetétleni család valószínűleg saját temetkezési helyükül választották ezt a templomot, és ide temetkeztek, ezért készítettek ilyen nagy templomot. Itt a Baracsi templom, amiről már beszéltem az előbb, ezt is valószínűleg a Baracsi család, akik ugye a településről vették a nevüket, szintén azért bővítették ekkorára, hogy ide tudják a szeretteiket ugye elhantolni. És ez az, ami egyébként ma egy középkori templom a levegőből, ez Harta határában a Miklai templom, ez a sötétes sáv a temetőt kerítő, azaz hétköznapi nevén, ezt mindig cinteremnek szokás nevezni, ugye ez a cemeterium kifejezésből, latin temető kifejezésből jön, ez az árok a halottak elhantolására használható terület. Csak is kizárólag ide lehetett temetkezni a középkorban,
És ez pedig, amit itt látunk, ez egy középkori templom alapozása, ami a gabonából, a rosszul fejlődött gabonából kirajzolódik. Sajnálatos módon a legtöbb középkori templomunk így fest. Itt egy másik, ez a Hartai, itt halványabban jelenik meg a búzában. Lehet látni, hogy ez egy sokkal kisebb, ugye ez egy bővített templom, ez pedig egy kisebb méretű épület. Majd meg is lepődtek Hartán, amikor kérdeztük, hogy tudják, hogy ott volt egy templom, és mondták, hogy nem tudják, hogy ott van templom, de a traktor igazából mindig megakad, egy kicsit adnak egy gázfröccsöt, hogy akkor menjen már át azokon a köveken. És itt van a Harta szülei templom, találtunk egy nagyon aranyos tetőcserepet, amiben egy cica belelépett, mielőtt kiégették. Ez egy középkori cserép, egy középkori cica lábnyommal. És itt van mellette ez a csúnya nagy maszlag, ez a paca. Ez egy radar, földradar műszerrel kimért templom. Ez egy nagyobb templom, itt a szülei nemeseknek, akikről rengeteg oklevél maradt, több pénzük volt, ugye szép nagy templomot építettek, ebből sem maradt semmi, csak törmelék, illetve a gabonában némi folt. És ugye el tudjuk képzelni egyébként a templomokat, ugye említettem Mária házának a picinyke kis templomát, nem akartam lekicsinyíteni szegényt, tehát ő a legkisebb. A legkisebb templomat ezért az ember úgy simogatja, és nagy becsben őrzi. Hogyha ezt a Mária házi templomot próbálnánk ma álló templomhoz hasonlítani, akkor itt van ez a Döröskei templom Vas megyéből. Most képzeljük el azt, hogy nem pusztul el rengeteg templom, és ilyen műemlékek fogadnának bennünket, mint Solt határában. Teljesen más lenne Bács-Kiskun megyének a kulturális öröksége, a turizmusa. Hát sajnálatos módon ilyen használható templomunk nincs. Helyesebben azért nyilván a Barátok temploma azért elég épp, annak ellenére, hogy át lett építve többször, abban is van azért középkor. De azért valljuk be őszintén, milyen jó lesne nekünk, hogyha mondjuk elmennénk Soltra egyet fagyizni, és meg tudnánk egy ilyen templomot nézni. És itt van a Dunatetétleni tetétlen falui templom, amit ugye az evangélikusok, a hartai evangélikusok az utolsó kőig elvittek, legalábbis ezt hittük néhány évvel ezelőttig, amikor megálltunk, megnéztük, és voilà, találtunk egyetlen egy budai hegységből származó mészkő kvádert, amit ott hagytak a hartai evangélikusok, úgyhogy nagy örömmel behoztuk a múzeumba. Sajnálatos módon szomorkodjunk-e amiatt, hogy elvitték a köveket. A hartai evangélikus templomban hosszú évszázadokon keresztül még most is szolgálja a helyeket. Haragudni azt gondolom nem kell a hartai evangélikusokra, de azt gondolom, hogy lehetett volna máshogy is csinálni, hogy a középkorban is tudtak távolról követ hozni, ez is egy budai kő, tehát lényegében egy idegen kő. Lehetett volna Hartán építeni és ezt a romtemplomot meghagyni. Ugye most beszéltem közigazgatásról, településhálózatról és településformáról, remélem, hogy nem nagyon hadartam, és remélem mindenki értette, amit szerettem volna gyorsan elmondani. Ami viszont fontos, hogy a Kecskeméti Múzeumnak ezzel mind célja van. Nekünk nem az a szórakozásunk, hogy akkor kimegyünk ezekre a templomokra, és akkor gyűjtjük az adatokat, és akkor örülünk ennek. A hosszú távú célunk az, hogy legyenek tudományos célú művek ebből, jó vaskos, emberölésre alkalmas könyveket szeretnénk alkotni, ami hosszú generációkat kiszolgál. Én azt gondolom, hogy ez lenne a célja annak, hogy egy tudományos műhely működjön. De van egy másik oldal ennek az egésznek, hogy a tanárok, az egyetemisták, vagy akár a történelmi iránt érdeklődő Józsi bácsi, Mari néni, bárki, aki szeretne az unokájának, bárkinek elmesélni valamit, hozzáférjen adatokhoz. Várom majd a hozzászólásokat, nagyon kíváncsi leszek arra, hogy majd az itt bemutatók kapcsán van-e bármilyen észrevétel. Nekünk pont az lenne a célunk, hogy ne ilyen előadásokon lehessen csak ehhez hozzájutni, hanem meg lehessen venni ezeket a könyveket. Úgyhogy kettő könyvet szeretnénk majd mindenképpen megjelentetni néhány éven belül. Az egyik a tudományos ismeretterjesztő mű, az a Bács-Kiskun megye középkori emlékei címmel, lényegében az általam bemutatottat mutatná be rengeteg képpel. Ez egy jó vaskos lexikon lenne, és pont az lenne a célja, hogy a ismeretterjesztő céllal mindenféle tudományos köntörfalazás nélkül egy átlagember számára érthetően el lehessen mondani, hogy az elmúlt sok száz évből mi maradt? Ugye középkori emlékeket foglalnánk össze. Emellett szeretnénk olyan könyveket kiadni, ami viszont egészen a forrásig lemenne, úgyhogy ha valaki kukackoskodni szeretne, egyébként ez mindig jó, kritika mindig fontos, akkor találja meg, és mondja azt, hogy gyerekek, ti elrontottátok, mert amit oda leírtatok, az nem jó. Én azt gondolom, hogy a jövő generációnak meg kell adni ezt a lehetőséget is, hogy legyenek tudományos munkák a kezükbe. Úgyhogy a következő években én azt szeretném, hogy a Kecskeméti Múzeum itt a könyvtárnak a helytörténeti gyűjteményének a polcaira minél több olyan könyvet tudjon lerakni, ami ilyen sok oldalon felhasználható lehet. És köszönöm akkor a figyelmet, és hogy ennyien meg... Én azt gondolom, hogy ez egy teltházas előadás, úgyhogy ennek nagyon örülök.